Ha nincs bennünk szeretet, akkor három dolgot hangsúlyoz. Egyrészt, akármilyen nyelven, vagy akármilyen magas szinten kommunikálunk, akár emberekkel, akár természetű lényekkel, kapcsolatunk van, de ez alatt ugye nem azt értem, hogy okult vagy az égnek a seregeivel természetesen az ember üres, a tartalom az érték az emberben a Istennek a szeretete, ami Isten jelenlétéhez, a Szent Szellemnek a jelenlétéhez van kötve, elválaszthatatlan a Szent Szellemtől, mert újra mondom, hogy a Szent Szellemnek a természete is a lényeg is a szeretet, mert abban csúcsosodik, illetve árad ki az atyának is és a fiúnak is egymás iránti szeretete. És éppen ezért a Szent Lélek örül és még nagyobb jelenléte van az életünkben, hogyha a szívünket egyre jobban átadjuk az Isten szeretetének, illetve először be tudjuk fogadni Istennek a szeretetét a szívünkbe. Ma ugye sajnálatos módon a már gyerekkorban vagy családban, kiskorban olyan sérülések érik sokakat, és ezeket a sebeket hordozzák a lelkük szívük mélyén, hogy, hogy nagy nehézségbe ütközik, az Isten szeretetének a befogadása és elfogadása. Sokkal könnyebben hiszik el az emberek, hogy gyűlölt személyek, vagy utálatos személyek, vagy emberek ä, 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 megvetésére inkább méltóbbak, mint elfogadására. Legalábbis az, ha nem is vallják be gyakran a szívük mélyén, ez van, és ezért tele vannak bizonytalansággal és gyanakvással és amikor jót kapnak az embertársuktól, azt se tudják a helyén kezelni, és nem tudják fölfogni, értelmezni a jelentőségét. Én nem őket hibáztatom, hanem arra hívom föl a figyelmet, hogy az Úr gyógyító. Kész meggyógyítaná a szívedet és a lelkedet, hogy be tudjad fogadni az Istennek a szeretetét. Mert az Isten szeretete számodra is megjelent. Hogyan? ahogy János mondja, a Názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozatában. Tehát ez egy, tényleg egy objektív történelmi tény. Először, tehát nem érzelembe kell megragadnod a szeretetet, sohasem, hanem, hanem, ki kell lépned magadból, akkor fogsz meggyógyulni. Ha nem a sebeidre nézed, és nem állandóan arra nézed, hogy hogyan, milyen terápiát tudsz alkalmazni a, a belső lelki gyógyulásodra. Ugye sokan ezért tanulnak pszichológiát, amatőr, autodidakta módon, mert szeretnék a belső problémájukat megoldani. Nem, ez nem azt jelenti, hogy minden pszichológusra ez igaz, nehogy félreértés legyen, szó nincs erről. Sokaknál a segítőkészség motiváló szeretnének az embereknek segíteni, hogy lelkileg egészségesek legyenek. De ugye erre mondjuk azt az elvetettség problémáját, például létrejöhet, hogyha valakit nem akar, az anyukája nem akarta, hogy megszülessen, és mégis megszületett, vagy az apja nem akarta, hogy megszülessen, vagy gyerekkorában, három éves korban alakul ki igazából ezek a problémák az embernek a szellemében, lelkében, keményen, kegyetlenül bántak vele a szülők, elutasították, és ez mélységesen beépül az embernek a szellemében, és ezt, ezt kivetíti Istenre, és hajlamosabb az ember elhinni Istenről, ha hisz Istenbe, hogy az Isten haragból Isten, hogy az Isten azért ítél, és ezek az emberek állandóan félnek, hogyha csinálnak egy hibát, akkor várják mindig az Isten ítéletést. És nagyon csalódnak, hogyha nem jön gyorsan az ítélet. És ez így van, hogy nem jön gyorsan az ítélet. Ha nagyon, a Biblia pontosan azt bizonyítja, hogy milyen hosszú törője az Isten, és milyen messzi, milyen uh, mély és hosszú és széles Istennek a szeretete. Tehát ezért, ha hibázol is, ne egyből arra gondolj, hogy most tuti jön a büntetés. Lehet, hogy az apád nagyon keményen megruházott, de az az édesapád volt, az mivel, hogy nem volt szent ember, nem volt betöltekezve a szent élekkel, nem részesült Istennek a természetével, természetesen, amikor csibészkedtél, akkor kijött belőle a, a dühös harak embere, és a jó Elkalapált, elvert, és, 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 és megtanultad azt, hogy védkezel, jön a büntetés. De ála Istennek, hogy az Úrral való kapcsolatban nem ez van, az Úr hosszú törés, de ez nem azt jelenti, hogy az Úr lemondana az igazságosságról, vagy az ítéletről, hanem türelmesen várja, az, hogy megváltozzunk, és nem a, vagyunk ráhagyatkozva a saját képességünkre a megváltozásban, hanem folyamatosan ad nekünk kegyelmi ajándékot, amelynek segítségével létrejön a bensőnkben, a szívünkben, a lelkünkben az a képesség, hogy tényleg meg tudunk változni. És ez nem a mi érdemünk hanem az Úr szellemének bennünk való munkája. Azért, hogy a hálaadás erős legyen, gazdag legyen a szívünkben, és dicsérjük az Urat. Szóval az ürességet ne enged a szívedben. És ha most karantéba vagy zárva, és ott vagy a feleségedve, és ez egyszerűen a fájdalom és a kínzás uralja a lelki érzésedet, nem ä, ä, elvonási tüneteid vannak, akkor nem a karantén a hibásám, hanem a karantén hozzájárult ahhoz, hogy a valós állapododat fölismert. Hogy, és ebből levond azt a következtetést, hogy ezt az űrt a, 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 szívedbe be kell tölteni. Isten szeretetével, a Szentlélekkel. És a Szentlélek kiárasztja rád Istennek a szeretetét. Nem véletlenül, utalva a Róma ötre, re hogy a megpróbáltatásokról beszél ott Pálapostól, hogy a kegyelembe állunk és kegyelem fele menetelünk, sok ugye utal a megpróbáltatásokra, mert a megpróbáltatások az, amik, az olyan, mint a vízszintnek a mérése, hogy vajon a Dunánban a vízszint milyen magas. Apály van, a dagály van és a megpróbáltatások ilyenek, hogy megmérik, hogy sekélyes, -e a, kiszáradóban van bennünk az Isten szeretete, vagy túlcsorduló módon van jelen. És hála Istennek, mivel hogy megvan az Atyával és Jézus Krisztussal való kapcsolatod, ezért tudsz meríteni a szabadítódnak a kut fejéből. És be tudsz újra töltekezni Istennek a szeretetével és az üresség elmegy a szívedből. És meg fogod érteni azt, hogy az életért, az örömért, boldogságért nem kívülről kell koldulnod, hanem az benned van.